Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. A Kádár rendszerben a tömegkommunikációt a pártállam felügyelte. Ezen a rendszerváltoztatás sem módosított, mivel a médiában többen megőrizték korábbi pozíciójukat. De hogyan befolyásolta a média a politikát, és a politika a médiát a 90-es években? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk borvendég Zsuzsanna történész, aki szerint a Kádár rendszerben a fegyverek után következett a sajtó, míg most a sajtót is fegyverként használják. Az újságírók azért tudták átmenteni a hatalmukat, mert a rendszerváltáskor elmaradt az elszámoltatás. Ezt pedig már Fritz Tamás politológus vallja. És itt lesz Máté Áron történész is. Ő úgy látja, hogy a 20. század legfontosabb öröksége a média birtoklásának kérdése. Valamint érkezik Mező Gábor újságíró, aki szerint a médiaháború még ma is tart, csak most már nem Dávid harcol Góliáttal. Jó estét kívánok a kedves nézőknek, szervusztok! Tulajdonképpen egy végtelen történetnek az első részétről kezdünk el ma beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy ezt még többször folytatni fogjuk. Médiaháború, ki az, aki Magyarországon ezt a kifejezést nem ismeri? És hát tulajdonképpen a rendszerváltoztatáskori médiahelyzettel, illetve mondjuk talán a 2000-es évekig elérő időszakról beszélgessünk egy picit. Hogy nézett ki Zsuzsa Magyarországon a média helyzet a 80-as évek végén? Hát egy nagyon leegyszerűsítve egy teljesen szimpla helyzet volt, hiszen újságíróként a Kádár rendszer idején ellenzéki, úgymond értelmiségi nem igazán kerülhetett, vagy juthatott szóhoz. Hát gondoljunk arra, hogy 86-ban még a Tiszatájt szilenciumra ítélik. De a napilapoknál, a szerkesztőségekben pedig csak az dolgozhatott, csak az lehetett újságíró, aki a MUASZ tagja volt. És a Bálint György újságíróiskolát elvégezte. Így van, tehát itt nem volt egy sokszínű, nem volt sokszínű újságírás, és úgy megyünk neki 89-90-ben a rendszerváltásnak, hogy tulajdonképpen újságírókból, gyakorló újságírókból nincsen igazából alternatíva. Tehát aki akkor tévés és újságíró szerkesztői tapasztalatokkal, gyakorlatokkal rendelkezik, az mind-mind az MSZMP köréhez tartozik. Tamás, te hogy emlékszel erre az időszakra? Mi akkor már felnőtt emberek voltunk. Hát igen, javában, azt gondolom, hogy 80-as években. Hát az a helyzet, hogy az újságíróknak volt egy jelentős része, akik nagyon utálták ezt az egész helyzetet. Tehát valóban volt Bálint György újságíróiskola, stb. Ezt elvégeztük, mert én is újságíró voltam a 80-as években, hagyd tegyem hozzá. De hát én úgy emlékszem erre a korszakra, hogy feszegettük amennyire csak lehet a határokat. Tehát, de nyilvánvalóan egy abszolút represszió volt. Tehát nem lehet szépíteni, nem is kell, sőt. Abszolút olyan helyzet volt, hogy működött a kőkemény cenzúra. És a 80-as évek közepétől, második felétől már lehetett azért talán néha egy-egy olyan cikket elhelyezni, ami már valamiről szólt. Én személy szerint a Valóság című folyóiratba írogattam esszéket, tanulmányokat. Hát abszolút rendszerkritikusokat egyébként, és kemény csatáim voltak a Sükösd Mihály nevű főszerkesztővel akkoriban, aki egy ilyen évtizedekig volt a Valóságnak a főszerkesztője, emlékszel rá. Szóval nagy meccsek voltak, és időnként valamit sikerült elérni, de azok nagyon szerény eredmények voltak, és ahogy közeledünk a rendszerváltáshoz, persze azért egy picit nyilván a hangulat változik, oldódik, de hát egy diktatúrában éltünk, és újságíróként ez meg kutya nehéz korszak volt, de azért valamennyire, tehát azt akarom csak mondani, hogy nem mindenki egy ilyen teljesen begyalult fickó volt ebben a korszakban sem, hanem voltak, akik ki akartak ebből törni, erről még tudnék sokat mesélni. Volt egy lap, amit én szerkesztettem, az Ifjúsági Szemle, amelyikben olyan szerzőket hagytam, nem, bocsánat, rosszul mondom, tehát olyan szerzők jelentek meg, akik máshol nem, akik aztán később ismert embereivé váltak a ellenzéki pártoknak.
Tehát ilyen dolgokról tudnék mesélni, nem akarok most ezzel hosszú időt tölteni. Ez egy ilyen időszak volt, közeledtünk a rendszerváltáshoz, és próbáltuk a kereteket tágítani, amennyire csak lehet. És hát abban lehetett bízni, vagy abban bíztunk, hogy ha majd eljön a rendszerváltás, akkor ezek a kommunista újságírók, akikkel nem lehetett semmit mit kezdeni, és ők voltak a 95%-ban a sajtóban, médiában, eltűnnek. Hát igen, ők voltak a napi vezető influencerek, de nagyon fontos, hogy mondtad a folyóiratokat, mert ebből a szempontból azért egy picit szofisztikáltabb volt a helyzet, mert én azt gondolom, hogy a folyóiratpiac az gyakorlatilag az értelmiségnek volt a piaca, és ugyan volt rajta egy erős pártállami, bürokratikus, hogy is mondjam, vaskéz, fogta, de azért ott lehetett, ugye erre a Tiszatáj, az Alföld, és lehetne még sorolni. A Mozgóvilág. A Mozgóvilág, hát a Mozgóvilág az ugye az ikonikus volt ebből a szempontból, de annak idején én is egy Napjaink című folyóiratnak írogattam kritikákat, és például ott azért olyan könyveket recenzáltunk, és írtunk kritikákat, amelyek adott esetben, mondjuk nem feltétlenül voltak a rendszernek a barátai. Ez egy Miskolci folyóirat igen, volt, ugye? Igen, igen. Emlékszem. Igen. És én is írtam oda. Bocsánat. És aztán abból lett ugye a Holnap, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezzel szemben viszont ott volt a napilapoknak a piaca. Ami szóval, kőkemény, szóval szerintem egy pillanatra álljunk meg, mert szerintem a Zsuzsa azért erősen túloz. Én szerintem a lényeg az valahol ott van, hogy olyan véve, tehát először is voltak a tabuk. A Tiszatájnál a nagy Gáspárféle vers verte ki a botrányt, a fiú hagyatéka, ami ugye Nagy Imre, az ezüstösen csillogó Judásfa, 33 évgyűrű, stb., meg a NI monogramma végén, tehát a Skádár személyes sértésnek vette. Tehát ez az egyik része a folyóiratok, amíg ott nem értek el egy küszöböt, ott azért el lehetett gondolkozni ezen azon. Nyilván én most például legutóbb a Táncház mozgalomról olvastam el egy cikket, nem mondom meg, hogy ki írta, ott volt benne a vörös farok oldalonként kettő csóválódott, de azért ez a Kádár rendszer tipikus mintája volt, hogy legalább szó volt róla, nem úgy, nem olyan vonalas. A másik az, hogy felhoznám például Kristóf Attilát, a Fekete Malibut és a többi tényfeltáró riportot, tehát azért lehetett újságírást csinálni. A lényeg az volt, hogy egyrészt ezeket a tabukat ne sértsen meg, ezt Kádár János el is mondta, a Szovjetunióhoz való viszony, a proletár diktatúra, vagy népi hatalom, vagy már nem tudom mit mondjak rá, így mondta, illetve 1956. És hát annyi volt, hogy a fő vonal, tehát hogy legyen egy mainstream, ilyen szocreál áramlat, ott igaza van a Zsuzsának, amit állít, tehát ott nem volt tréfa. Na de azért Hárselvtárs is megengedett ezt azt a rádióban, tehát ennek a lényege pont az volt az egész Kádár rendszernek, hogy ne teremtsünk hősöket, ne teremtsünk ellenállókat, legyen egy kis kibúvó, legyen egy kis búvópatak, legyen egy kis megtűrt szeglete. Ugye? Már nem akart a paplan alá benézni. És ugyanez az újságírásban is érvényesült. Milyen szerepet? Bocsánat, de most a printről beszélünk, de volt, és nagyon jó, hogy szóba hoztad Hárselvtársat, aki akkor igen, még a rádió és televízió elnöke igen volt ráadásul, tehát akkor egybe volt vonva. Ezen belül a média konglomeráton belül milyen szerepet játszott a televízió és a rádió? Azért ők voltak a zászlósajok, és arra baromira odafigyeltek. Hát, és azért arra térjünk ki, hogyha már Hárselvtárs ugye említve volt, hát AVH-s volt ugye Hárs István korábban. Azt is meg kell figyelni, hogy a nagyon fontos helyekre bizony szerettek olyan embereket helyezni, akikbe a végtelenség megbízhattak. Tehát, hogy mondjuk egy Siklósi Norbert ugye a lapkiadó vállalat élén, akiről pont a Zsuzsanna írta meg ugye a hátterét, nagyon szorosan a szovjetekhez volt ugye bekötve. És pontosan tudta, hogy hol mit lehet megengedni, hol mit szabad engedni. Hárs István ugyanez, a Magvető kiadónál Kardos György ugyanez, pontosan tudta, hogy mik a tabu témák, miről nem lehet írni, viszont miről lehet, és mitől lett sokszínű a sajtó. Azt szerintem mindenképpen el kell mondani a mából visszatekintve, hogy sokszínű volt a 80-as évek sajtója, főleg a vége fele, és hát képzettek voltak az újságírók. Tehát én kimondhatom a saját generációmról, hogy az akkori sajtóban szerintem az átlag újságíró képzette volt, mint most. Tehát volt mögöttük egy nagyon erős szakmai tudás.
és ezt nem lehet elvitatni. Igen, de akkor ez a szakmai tudás bizonyos esetekben, Zsuzsa, azért, hogy is mondjam, tehát egyfajta ilyen belső ellenzékként, ugye ez egyébként egy klasszikus duma volt különösen már a 80-as években, hogy azért léptem be a pártba, hogy majd én belülről bombolasztom. De tehát ez egyfajta ellenzékként is. Így van, és ebben tökéletesen igaza van Áronnak, hogy kijavítod, de pont ez volt a lényege, hogy a pártállamon belül, hogy a párton belül legyen a belső ellenzék is. És épp ezért, főleg a 80-as évek vége felé már tulajdonképpen, amikor megjelennek az új napilapok, azok tulajdonképpen ellenzéki szerepet vesznek fel, de ha megnézzük, hogy mi van mögöttük, tehát egyfajta reform irányba próbálják elmozdítani az állampártot. Tehát pont a reformot, ugye, például. Hát igen. Tehát az a cél, hogy gyakorlatilag azokat, hogy egy új irány szabjanak, egy új politikai irány szabjanak a régi MSZMP-nek, amivel az új, beköszöntő új világban gyakorlatilag politikai tőkét tudnak kovácsolni. Tehát egyfajta kommunista párt primátusával tudnak átmenni az új világba, és ehhez azok a napilapok, hát én még alig kamasz voltam akkor, de emlékszem, hogy mi is vásároltunk mindent, és olvastunk, és nagyon újszerű volt, és nagyon új hang volt, de utána Gábor feltárásaiban is látjuk, hogy kik azok az emberek, akik ezt csinálták. Tehát azért ennek egy része manipulált volt, és talán megrendelésre, hogyha nem is közvetlenül az újságíró... Ez nem is kérdés, ez nem is kérdés. Igen. És a Nemzetközi Újságíró Szövetség, ugye, az gyakorlatilag hát egy KGB-s fedőszervezet volt. Nagyon izgalmas lenne most már nemzetközileg is megnézni egyes életutakat, hogy onnan ki, hol, merre kötött ki, prágai székhelye, ugye. De ez teljesen más kérdés. Ugye azt mondja, tehát sokszínű, és ez néha teljesen, ez fizikailag is érthető volt, ugye a magyar hírlap, az első színes napilap, eredetileg az a kormány lapja volt, Igen. Így volt meghirdetve. Ugye a Népszabi a pártlapja, akkor volt a Népszava a SZOT, tehát a szakszervezet, Igen, és a magyar hírlap. Mi az, hogy a kormány? Tehát ugye ez is már ennek az újragombolásnak egy része. Aztán hopp, kinek adják el, ugye Robert Maxwell, a nem is tudom, hogy ugye hányszorosan eladósodott, mondjuk így, nemzetközi befektető. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg nem fekete-fehér a kép, ez, de az biztos, hogy nem szabad, hogy mondjam, így elpuhítani ezt a rendszernek a diktatórikus jellegét. Tehát butaság lenne azt mondani, hogy ez nem egy kemény sajtódiktatúra volt, csak azt lehet hozzátenni, hogy voltak eresztékei, rései, például egyes folyóiratok, amiről most itt beszélünk, lehetőségek, egy szerkesztő, aki megengedő volt, ahol át lehetett csúsztatni cikkeket, írásokat, tehát lehetett próbálkozni, ez egy meccs volt, ez egy küzdelem volt, hogy akiknek ilyen szándékuk volt, hogy azért rendszerkritikus írásokat írjanak, próbálják valahogy elhelyezni. Egyébként én dolgoztam a Népszavánál is, képzeljétek el egy évet, ugye a SZOT-nak a lapjánál, az tök mindegy volt, hogy SZOT-lap vagy pártlap, tehát minden lap tulajdonképpen. Szabadföld, ugye? Az a Fias Névfront volt, azt hiszem, a Szabadföld? Nem, a Magyar Nemzet a Magyar volt Nemzet a HNF, voltam. A Szabadföld az meg, hogy így a Munkás-Parasz Szövetségből, ugye akkor a földműves irányzat. Tényleg a Magyar Nemzet volt az. Vidékhez felé orientált volt, így van. Tehát mindenek volt egy neve, hogy kihez tartozik, KISZ-hez, SZOT-hoz, Magyar Nők Országos Szövetséghez, stb. De lényegében véve azért mindegyik a diktatúra alatt dolgozott a maga módján, és azért még az se teljesen igaz, hogy a 3-4 tabu témán kívül azért meg lehetett írni dolgokat. Tehát azért személyesen tapasztaltam, hogy azért baromi nehéz volt áttörni egyes cikkekkel, nem csak a tabu témákban, hanem ennél egyszerűbb témákban is, helyi ügyekben vagy akármiben valami kritikát megírni. Úgyhogy nem kell sem szépíteni, sem csúnyítani, nem kell ezt a korszakot. A fő vonulat az, hogy abszolút érvényesült a cenzúra, és ezen próbáltak egyes emberek tágítani fokozatosan, és aztán így jutunk el valahogy a rendszerváltáshoz. Mikor tört ki a médiaháború? Mert ugye azt látjuk, hogyha belenézzünk egy picit, hogy tulajdonképpen, amiről már elkezdtek beszélni, hogy a napilapoknál tulajdonképpen, mivel meglehetősen széles volt, hogy is mondjam, a pálya, sok termék volt, vagy viszonylag sok termék volt, itt a privatizáció, spontán privatizáció, irányított privatizáció,
privatizáció viszonylag egyszerűen bejöhetett. Viszont nem véletlenül hoztam elő a rádiót és a televíziót, tehát azok monopóliumok voltak, ott nem lehetett. Vasárnapi újság azért ott se volt mindig egyértelmű, csak gondolj arra a rádió. Tehát a Vasárnapi újság című műsor az azért ott mindig leverte a lécet. Persze, de most én nem erre, én most gazdaságilag, 90, igen, az igen, később igen, volt, tehát igen. Én gazdaságilag gondolom. Igaz. Tehát a rendszerváltoztatásnak és az új parlamentnek az egyik nagy ígérete az volt, ugye, hogy gyorsan hoznak egy médiatörvényt, hogy a kereskedelmi médiumok is megjelenhessenek Magyarországon. Ehhez képest azért ez 90-től 96-ig jó hosszan, 6 éven keresztül. De ez direkt, tehát a kétharmados törvényekkel berakták a kétharmados törvények közé a médiatörvényt, éppen azért, hogy ne tudja, ha esetleg a polgári kormány alakulna meg 90 tavaszán, akkor ne tudjon szabadon. És hogyha megnézzük, hogy mi történik a két választás között, amikor kiderül, hogy nem az MSZP lesz a befutó, akkor pillanatok alatt megnyílik a privatizáció. Tehát a két választás között adják el a napilapoknak a nagy részét külföldi tulajdonosoknak. Vagy más néven szabadrablás típusú. Igen. Hát ez nem spontán, hogy kiderül, hogy nem úgy állnak a csillagok, akkor hirtelen kinyílnak a kapuk. Spontán az egyébként egy nagyon, annyira jó ilyen trükkös kifejezések igen, voltak. Igen. Ez a spontán privatizáció. Ez az egyik legjobb. Bocsánat, érezzétek az iróniát, szerintem a nézők is érzik. Tehát az volt az a híres spontán privatizáció időszaka, amikor ilyen nagyon tudatosan azt mondták, hogy na tessék, vigyed, gyorsan, tüntessük el, az a lényeg, hogy legyen egy ígéret a tarsolyunkban, hogy nem jössz nekünk. Igen, és akkor még úgy is nézett ki, hogy a vidéki szerkesztőségeket gyakorlatilag, mintha az MSZP, nem tudom, kifosztanák az MSZP-t, hogy a vidéki szerkesztőségek külföldi tulajdonba kerülnek, aztán kiderül, hogy tulajdonképpen nem erről van szó, hanem egyfajta hatalomátmentésről van szó. Most itt a lényeges kérdés az, amit Kulin Ferenc egy interjújában elmond egyébként, aki a média háborúnak egy elég kiemelt figurája volt ugye a kormány oldaláról, hogy gyakorlatilag minden a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon kezdődik. Tehát itt vannak a gyökerek. A nemzeti kerekasztal tárgyalások alapban állapodott meg, hogy mindent jogi, jogállami alapon lehet csak és szabad intézni. Egyébként azért is, amikor egy mottót adtam ennek a műsornak, azt mondtam, vagy azt írtam le, hogy a média viszonyok változatlanul maradása, illetve a elmaradt rendszerváltása a média viszonyok között, szorosan összefügg az általánosan elmaradt rendszerváltással, lusztrációval és igazságtétellel is. Tehát a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon ebben a jogi alapban állapodtak meg. Mit jelentett ez? Azt mondták, hogy kell egy új médiatörvény, és majd a médiatörvénnyel lehet a viszonyokat rendezni. Igen ám, csak hogy a médiatörvény kétharmados lett. Különböző okoknál fogva, aminek a hátteréről szintén érdemes lenne beszélni. Na de azzal, hogy kétharmados lett, a kormány kezét megkötötték. Tehát az SZDSZ kezdettől fogva szembe ment a törekvésekkel, mert az SZDSZ már a 80-as években egyre szorosabb kapcsolatot ápolt a késő kádárkori technokráciával, tehát az SZDSZ, a demokratikus ellenzék és az MSZP között már a 80-as évek második felétől kialakult a kapcsolatrendszer. Nem volt érdekük, hogy az Antal kormány gyorsan és határozottan lépni tudjon személycserék ügyében, a média átalakítása ügyében. És tulajdonképpen a kétharmados törvényt nem sikerült ugyebár elfogadtatni, és ugye abban maradtak, hogy addig a kormány nem csinálhat semmit, például személyi ügyekben sem, tehát nem történhet igazán érdemi reform. Na most elindultak a viták, ugye a médiaháború, erről István, te nyugodtan folytathatnád, és mi történik? Gyakorlatilag az SZDSZ gátolja ezt a dolgot, mert már az is a céljai között szerepelt, hogy lehetőség szerint 94-ig gátolja a médiatörvény megalkotását, mert amikor majd, ha hatalomváltás jön, akkor majd ők fogják eldönteni, hogy merre hány óra. Meg, hát nekik úgyis jó volt, ahogy volt. Hát persze. Hát persze, az adott szituáció nagyon-nagyon jó volt, és a kormánynak meg volt kötve a keze, mert nem volt médiatörvény. És itt akkor még abba is belemehetünk, amit szintén Kulin ír, és nagyon fontos, hogy volt egy pillanat esély arra, hogy gyorsan médiatörvény 91 nyarán. Az MDF ugyanis meg tudott állapodni a Kósa Ferenc féle, tehát a népi baloldalhoz tartozó Kósa Ferenc féle
hát média társasággal az MSZP részéről, és akkor ki tudták volna hagyni az SZDSZ-t. És akkor lett volna lehetőség egy gyors média törvény elfogadására, de lásd, mi történik, 91 nyarán hirtelen az SZDSZ ebbe beleszól, bojkottálja a megbeszéléseket a médiabizottságban, és egyszer csak valamilyen oknál fogva, amiről mások biztos sokkal többet tudnak, Kósa Ferencet leváltja az MSZP, és jön Gellért Kis Gábor, aki viszont abszolút azonnal szembe megy az egyébként már leírt, eltervezett média törvénnyel, mert Gellért Kis Gábor abszolút az SZDSZ-nek a embere volt, mondhatjuk így is. Itt kezdődik, 90-91-ben kezdődik az igazi médiaháború, a mai értelembe vett médiaháború? De azért, és a kormány esküje, amikor nem közvetíti a közszolgálati tévé, az első kormány BK eldöntőre átkapcsolnak. Tehát, hogy azért ez már szerintem ez is egy kritikus pont. Pozsgai kinevezte a Nemes Kürtit a tévé elnökének, aki áprilisban lemondott. Tényleg. Január, tehát 4 hónapig volt egyébként Nemes Kürti a tévé elnöke, tehát azt hiszem ez még ez a korszak, és talán én úgy gondolom azért, hogy ez nem Nemes Kürti döntése volt, hanem másfajta döntés. De hát amúgy egyébként a kérdése vált, a médiaháború akkor tört ki, amikor az MDF kormány megalakult, hát onnantól indult be, azonnal beindultak ezek az átmentett, vagy a 80-as évek végén alakított lapok és egyéb médiumok, és a lehető legdurvább eszközökkel elkezdték lejáratni az MDF kormányt. Ugye akkor a Kurír, Nap TV, ezek mind előre törtek, és ugye először jöttek az antiszemita, a szélsőjobboldali vádak, hogy a diktatúrát akar, Horthy korszakot akarja visszahozni, ezeket és ezeket az ügyeket erőltették. Jött egymás után a több felépített ügy, Hanákné ügy, Hordós ügy. Antiszemita ugye az 87-től, tehát Laki Telektől porondon van a médiában, és a nemzetközi médiában is, tehát az sem volt új keretű akkor. És bocsánat, ha még egyet, hogy a Kurír ugye ebbe azért nagyon vezető szerepet játszott. Tehát ha valaki a médiaháborút akarja kutatni, csak a Kurírt egyébként érdemes az, hogy mit művelt a 90-től 94-ig a sajtóba. A taxisblokád idején, a különböző ügyekbe, amiket fölépített, Hanákné ügyet azt a Kurír építette föl, Hordót a Szónoknak ügyet a Kurír építette föl, és ki volt ugye a Kurír vezetője, egy Szűcs Gábor nevű volt bűnügyi tudósító, aki korábban még a Demeti Gábor és a rendőrök összetűzéséről írt, és egyébként később volt egy vitájuk, és ki volt a második vagy harmadik ember, Meruk József korábbi moszkvai tudósító, aki ugye, és a műsor témája az, hogy beleszólta a sajtópolitikába, aki később ugye a Pokorni Zoltánnak az apja ügyét azonnal elkezdte lobogtatni, ugye már jóval később. Igen. Ugyanilyen lejáratási célpontból. Na most ilyen emberek dolgoztak a legtöbb helyen kulcspozícióban. Most ehhez hagyd tegyem hozzá azt, hogy 2000-ben volt egy felmérés az újságíró társadalom beállítottságáról. Ezt épít Vásárhelyi Mária készítette ezt a felmérést, és megalapított, hogy az elsöprő többsége az újságíróknak baloldali beállítottságú 2000-ben. Tehát ugye ez egy elég fontos adat, de hogy még a kemény tényekhez visszatérjünk, és még mindig 90-nél nagyon fontos, hogy 92-re a print sajtó 97%-át már privatizálták, 97%-át. Az Antal kormány még csak a székét sem foglalta el, tehát még csak föl se tudott lélegezni, hogy mi ez a kormányzás, meg mit kell tennem ebbe az ügyben. Már 92-re privatizáltak, és ezt kik csinálták? Természetesen a baloldal, természetesen az MSZP emberei csinálták ezeket a privatizációt. Például ugye a vidéki sajtónak a privatizálása, amit az Axel Springer helyi lapokat az Axel Springer kezébe juttatták, Bayer József nevét itt. Ugye nyugodtan említhetjük, már nem a politológus Bayer József, hogy azt tisztázzuk. És főszerkesztőket megtartó ugye munkásőrök, pártitkárok, bányamérnök volt ott minden. A teljes személyzeti állomány, a baloldali személyzeti állomány szinte 100%-osan a helyén maradt. Azért mondom, hogy de kicsi az előbb mondtátok, hogy ezek megfelelően kiképzett emberek voltak. Jó újságírók voltak. Te mondtad, Gábor, kiváló szakemberek voltak. Emlékeztek, többségében, hogy 94-ben érezd az iróniát, 94-ben a választásokon mivel nyert az MSZP? Szakértelem. Hát persze, de azért egy kicsit álljunk meg, mert nagyon fontos, amit a Tamás felhozott, megalakul az MDF kormány, és ugye ezt mondta a Gábor is, hogy onnantól indul a médiaháború, és egy olyan
párt van a koalíció központjában, az MDF, aminek gyakorlatilag nincs saját sajtója. Volt a Magyar Fórum talán, de az is lehet, hogy csak nem, később. Volt létezett, kicsit később. Heti lap, létezett volt, a Magyar Fórum, 1989-től. Nem volt sajtója. Nem volt napilapja. Hát minden nem volt rádió, nem volt semmi. Tehát nem volt egy fórum. Hát volt olyan, hogy könyörögniük kellett, hogy elmondhassák a tévében, a saját állá interjút adhassanak. Ugye voltak ilyen esetek. Hank is elemér letiltja az önkormányzati választások előtt. A média háború pontja, ugye, amikor Hank is elemért és Gombár Csabát megpróbálják leváltani, és ugye Csúcs László, Nálik Gábor venné át ezt az egész történetet. Na de akkor már tényleg ugye ott vagyunk, hogy a Göncz Árpád kifütyülése, az esti egyenleg és a trükközött anyag, tehát ezek valami egészen elképesztő. Na, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, most ez nagyon jó, hogy előosztad az esti egyenleget, mert azért ugye Hank is megpróbálja átalakítani a struktúráját magának a televíziónak, tehát létrejönnek az intendatúrák, M1, M2 intendatúra, érdekes módon létrejön ugye az ellenhíradó, az esti egyenleg a híradó mellett, tehát minthogyha a különböző érdekcsoportok, vagy különböző ideológiák valamiféle térfoglalást próbálnának ezen a területen belül, csak úgy tűnik, hogy ez aztán nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy szeretnék, csak a botrányok tömege jön ki belőle. Hát a térfoglalás, most bocsánat, az egyenleg az nagyon jó, és beszéljünk még róla, csak közben fölhoztad Göncz Árpádot. Nagyon és fontos. Hát Göncz Árpád ugye a média háborúnak az egyik kulcsfigurája. És mikor kezdődik mondjuk Göncz Árpád személyében a média háború, még nincs megválasztva, még csak ideiglenes köztársasági elnök, 90 áprilisában járunk talán, amikor Balatonfüreden az általad már emlegetett nemzetközi újságíró szervezet egy valami ülést tart, ahol felszólal Göncz Árpád, mint ideiglenes köztársasági elnök, és elmondja, hogy a haladó újságíróknak egyesülnie kell. Ez így volt, ez volt az első ilyen nagy. Igen, de várja, akkor nem ideiglenes köztársasági elnök, meg az a szűrös volt, akkor olyan, hogy jelöl. Vagy lehet, hogy már ő volt a választás, és még nem volt egy akkor már megválasztották. Már akkor megválasztották, és az volt az első. Igen, lehet. Valami ilyesmi volt. Mondta, hogy nagyon bízik a igen, és a világ haladó újságíróknak ugye egyesülni kell, ezt meghirdeti, és ott van Aidan White, ugye a brüsszeli újságíró szervezetnek a vezetője, aki 4 hónappal később már a nemzetközi sajtóban antiszemitizmust kiállt. És gyakorlatilag akkor már az MDF kormány ellen már megkezdődik a nemzetközi média kampány. Antal József két emberbe csalódott igazán. Az egyik Göncz Árpád, a másik Hank is Elemér. És mind a kettő kulcsfigura a média háborúban. A Göncz Árpádról most itt beszélünk, és még egyet hozzátennék, hogy Antal meg is kérte Göncz Árpádot egyébként, hogy a média háborúban valahogy egyezkedjenek már, tehát próbáljon az SZDSZ felé közvetíteni, hogy kell ez a törvény, tehát beszéljen velük. És ezt Göncz megígérte. És meg is próbálkozott vele, és nem sikerült neki. Tehát egyszerűen jelezték neki, hogy ebben neked nincsen befolyásod, itt másfajta magasabb szempontok érvényesülnek, hogy Göncz lepattant akkor az SZDSZ-ről, aztán ugye Göncz Árpád később is, hát egyéb ügyekben is, mint tudjuk, hát ugye természetesen a történelmi igazságtétel ügyében Lastampa nyilatkozat, és sorolhatnánk Göncz Árpádnak azokat a dolgait, amik egyértelműen sajnos nem akarom őt bántani, így utólag se, de azért a kilépett azzal, abból a bizonyos szimbolikus köztársasági elnöki szerepből, amit egyébként a magyar akkori, már akkori alkotmány is azért előírt neki. Bocsánat, hogy a Lástámpa szóba került és a nyilatkozatot egészen konkrétan azt mondja, hogy óriási baj van itt, mert ugye jön vissza egy diktatúra. Európa segíts, mert hogy az ellenzék nem szólalhat meg a sajtó, az ellenzéknek nincs hangja a sajtóban. Hát komolyan ennyire pofátlan hazugságot elmondani, ő pontosan tudta, hogy ha valakinek nincs hangja a sajtóban, az a kormánynak. Tehát a kormánynak tényleg nem volt hangja. Az ellenzéknek volt hangja, és erre egy ilyet elmond. Meg hát ugye Göncz Árpád az, akire a modern virtuális világ első mű valóság teremtésének a rendszerváltás utáni Magyarországról beszélünk, ugye egy ilyen ideáltipikus példája, ez a kifütyülés.
Nagyon jól tudjuk, hogy az idős 56-osok, azok rokonai, barátai, stb. Fütyülték ki. Azt is tudjuk, hogy voltak a téren bőrfejűek. Hogy kerültek oda? Miért csak őket vágta be az esti egyenleg? És ebből hogy jött ki az a kép, az antifasiszta Göncz Árpádot a fasiszták fütyülik ki, egyenlő 56 gyanús, fasiszta gyanús ünnep. Kész. Tehát ez a legtisztább, legügyesebben felépített manipulatív kép az egész. És ő ehhez adta a személyes közreműködését arcán. És kicsináltak úgy az egyenleget, Bánó András volt a vezető, alatta meg olyan imósok dolgoztak, mint Hardi Mihály, ugye imó az a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, diplomataképző, ugye hát az eléggé KGB-hez köthető, és ugye kik voltak ott alatt? A Hardi Mihály, Radnai Péter kis imósok, és ők igazából azt nagyon szépen fölépítették, ez egy klasszikus lejáratási akció volt. És mai napig az van a köztudatban, hogy ott a kifütyülés, ez tényleg skinhead-et, meg nem tudom. Tehát pedig olyan, összevágták a képet, összevágták, tehát korábban volt a így van, tehát nem is voltak már a téren addigra, mire kifütyülték Göncz Árpádot. Hát a Master Muster esetleg, igen, ugye. Hankis Elemér egyébként, akit ugye szociológusként nagyon tiszt telek a pályafutását és fantasztikus műveket tett le az asztalra. Ebben a pozíciójában szerintem egy olyan elképzelést próbált megvalósítani, ami hambába hol dolog volt, mert ő azt mondta, hogy kell egy népi csatorna, meg egy urbánus csatorna, emlékszel erre? Tehát, hogy legyen akkor ez így megbontva, mert látta ezt a kőkemény törésvonalat, jól látta, hogy ez benne van a magyar politikai és társadalmi életben, és akkor legyen egy A csatorna, meg egy B csatorna, és ezek a saját valóságukat szépen mondogassák. De ezt az esti egyenleg példája mutatja, pontosan, amit te elmondtál, hogy ez hogyan tud ütközni, hogy ehhez képest talán mégsem ez a megoldás, hogy van két valóság, és akkor mindenki mondja magáit az ő táborának, hanem valami fajta kiegyensúlyozott közszolgálatiság kellett volna, de hát erre igazán nem volt jó példa, amikor Antal Józsefnek az interjúját nem engedte lemenni az a 90-es önkormányzati választások előtt, arra hivatkozva, hogy kell egy Párnak is kell adni, ővének nem volt hajlandó, és ezért nem mehetett az Antal. Mekkora szerepe van a sajtónak, a korabeli sajtónak a 94-es MSZP győzelemben? 54%-ot hoztak. Szerintem felmérhetetlenül nagy, tehát ha csak a vidéki sajtót megnézzük, az összes ottai megyei napilap, lehet volt egy-két kivétel, talán egy, mind az irányításuk alatt áll. Tehát az ő üzenetéket, ugye, plusz volt ugye rengeteg fölépített ügy, akkor a összes vezető komolyabb lap, hogyha most megnézzük csak azt, hogy a Postabanknak hány lapja volt, hogy egy Fenyő Jánosnak hány lapja volt, és hány különböző fórumon tudták manipulálni az embereket, családi lapokban, nők lapjában, Népszavában, akár még sportlapban is. Tehát ezzel az üzenet elől nem lehetett kitérni. Olyan erős volt ez a propaganda szerintem, ma már felmérhetetlen. Plusz, ami nagyon fontos, hogy akkor nem lehetett ellenvélemény, tehát nem az volt, hogy akkor a Csurka István vagy az Antal József jön az ellenvéleményen az interneten, és leírja az egész hazugság, hogy legalább az ő narratíva jelenjen meg. Nem volt hol megjelenni. Tehát az nem jelent meg. Csak az üzenet jelent meg, és esetleg a másik abba a pár labból megjelentett. És ráadásul ennek a következménye az lett, hogy a tematizálást is ők szabták meg. Igen. Tehát azt a tematikát, ami komolyan érdekelte volna az embereket, itt a gazdasági vár, ugye a legnagyobb baj az volt, hogy nagyon sokan voltak a rendszerváltásnak a vesztesei. Itt egy nagyon komoly gazdasági válság volt, de hogy ennek az okait, hogy ez miért történt így, hogy milyen lehetőségei vannak akkor, nem volt téma a sajtóban, mert a sajtó nem volt a kormánynak megfelelő orgánuma, ahol tudta volna közvetíteni. Innentől kezdve a közbeszéd teljesen kisiklott abba az irányba, ami az ellenzéknek kedvezett. Tehát komoly dolgokról, amivel a kormány előadhatta volna, hogy mi ellen küzd, hogyan, milyen eszközökkel és mi a cél, gyakorlatilag nem jelenhetett meg. És hát még egy dolog, hogyha bármikor valamilyen személycserét próbált meg az Antal kormány, akkor óriási támadást intézett a balliberális sajtó, amelyik döntő fölényben volt, hogy hogy merje ezt vagy azt, vagy amazt az újságírót bármilyen szinten is megtámadni a kormányzat, ez diktatúra, ezt nem szabad. Miközben volt egy rendszerváltás. A diktatúrából mentünk át a demokráciába,
És természetes dolog ilyenkor, hogy személycserék történnek, de hát nem csak ezen a területen nem történtek személycserék, hanem sehol sem. Például Kulin ebben az interjúban azt is elmondja, hogy egy kicsit közeli terület, de az MTA, tehát a Magyar Tudományos Akadémián is felvetődött az, hogy alakuljon át az akadémia, nyilván személyzetileg is, és Makovec Imre kapta azt a feladatot, hogy az ő művészeti akadémiája bemenjen a Magyar Tudományos Akadémiára, és legyen egy átalakulás, személycsere, átvilágítás, stb. És Kosári Domokos volt akkor az elnök, és gyakorlatilag Makovec Kosárival, Kulin társaságában beszéltek erről a kérdésről, hogy ezt meg kéne csinálni, át kéne alakítani az akadémiát, és erre Kosári azt mondta, hogy ezt a megállapodások és a jogállamiság alapján nem lehet megtenni. Erre azt mondta Makovec Imre, hogy köszönöm szépen, akkor szevasztok. És ott hagyta Kosári Domokost, azt mondja, akkor neki ebből elege van. Ez is csak egy apró példa arra, hogy ez egy átfogó, sajnos egy nagyon átfogó csomag, egy nagyon-nagyon komoly probléma, aminek egy nagyon súlyos területe a sajtó, tehát hogy nem sikerült sem a sajtószférájában, sem a titkosszolgálatoknál, sem a gazdasági szférában. A kettő ugye össze, titkosszolgálaték és a sajtó azért. És akkor még egy mondatot, most haragudni fogsz, de akkor még hagyd tegyem hozzá azt is, hogy arról is szó volt a 90-es években, hogy egy olyan titkosszolgálati törvény szülessen, ami az újságírókat is átvilágítja. Tehát a titkosszolgálatban részt vett újságíróktól megtisztítja az újságíró társadalmat, és 2002-ben is még volt erre kísérlet, Hamvába hol, de még 2005-ben is volt kísérlet, hogy esetleg legyen egy olyan titkosszolgálati törvény, amiben az újságírók is átvilágításra kerülnek, nem csak a szerencsétlen 3x3-as ügynökök, valamelyik szerencsétlen, valamelyik nem szerencsétlen, de tudjuk, hogy ez egy nevetséges, az a 94-es 3x3-as törvény, ez egy nevetséges dolog volt. Ezek mind Hamvába voltak. Tehát a titkos szolgálati elemeket sem sikerült kiszűrni a rendszerváltás után, 5-10-15 évvel sem. Ezekkel is. Igen, de Tamás, tehát azért azt mindig elfelejtjük, hogy Magyarország az nem így a semmiben lebegve létezik, hanem nagyhatalmi erőterekben. Most onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag 1989 és mondjuk 91-2 között Magyarország átkerült egy nagyhatalmi szférából egy másik nagyhatalmi szférába, mert így volt. Még akkor is, hogyha ezt akkor az egyik a másikhoz képest a szabad világ volt, akkor ez így volt. Tehát azért egy nagyhatalomnak nem feltétlenül érdeke az, hogy egy-egy kis államnak az önállóságát az egekig emelje, és akkor ugye fogalmazzunk egészen szörmentén. Ehhez képest szerintem a Horn Gyula féle paradigma, ami gyakorlatilag azt mondta, hogy megcsinálunk mindent, de befelé hadd őrizzem meg azt, hogy én mondom meg, hogy itt mi történik, az egy üdítő kivétel volt. Ugye gondoljunk arra, hogy Mark Palmer akart volna televíziót csinálni, és helyette Horn Gyula az NSZK-s, tehát a német tőkecsoportokat részesítette előnyben, akivel hát tudta, hogy azok kevésbé, tehát egy kisebb nagy hatalom képviselői, jobban szót értetvők 80-as évek folyamányaként, tehát volt egy ilyen jellegű paradigma is, tehát ezt se felejtsük el, csak azt akarom mondani, Tamás, hogy például igazságtétel, illusztráció, tehát mindezt nagyhatalmi erőtérben kell sajnos értelmezni. Most nagyon meg fogsz lepődni a válaszomon, teljesen egyetértek. Ráadásul tegyük hozzá, hogy ezeknek az embereknek kiváló praxisa volt az együttműködésben, ráadásul nyelveket tudtak, tehát tulajdonképpen nagyon komoly problémát nem okozott nekik a váltás, de lépjünk egyet tovább. Milyen változást okoz a médiatörvény, vagy egyáltalán okoz-e változást a médiatörvény ebben a helyzetben, azon kívül, hogy végre bejönnek sokak örömére, mert láthatnak más színvonalú produkciókat is a kereskedelmi televíziók? Zsuzsa.
Hát ezt mondtam volna, hogy média törvénynek a lényege, amiért el is kellett ezt 94 után tolni, hogy ez megszülessen. Nem ez tudták, a frekvencia. Két év kellett hozzá, így van. Ez a frekvencia felszabadítás volt. Tehát az, hogy a kereskedelmi televíziózás kinek a kezébe kerüljön, az szerintem egy kulcskérdés volt 90 után. Ez és sikerült is gyakorlatilag ezt véghez vinni. Úgyhogy én ebben látom az egyik kulcskérdését a médiatörvény megszületésének. Csak az a baj, ha megnézzük, hogy ugye, hogy kik szerezhették meg, ugye nagyon érdekes, hogy kik indulnak itt az új tévé lehetőségét. Gyárfás Tamás és Fenyő János még együtt, erről még szólnak a cikkek, hogy még együtt, ugye ezt a későbbiek ismeretében az ez nagyon furcsa, együtt szeretnék megszerezni. Végülis nem ők nyernek. Márk Pálmer ugye, aki korábban még ugye egy független és lánglelkű demokrata nagykövet volt, és persze manipulálta ugye az egész rendszerváltozást. 89-90 környékén rájön, hogy már nem akar diplomata lenni, hanem inkább befektető lesz. Egy egész kis média birodalmat alapítanak, ami Kelet-Közép-Európában, Csehországban, azt hiszem Lengyelországban is, azt hiszem Szerbiában is. Majd visszatér, és meg szeretné ugyanezt megszerezni, és végül is a Horn nem hagyja, hanem a németeknek hagyja. De most ez győzelem igazából, hogy nem az amerikaiaké lett, vagy nem a Fenyőjé, meg a Gyárfássé, vagy a németeké. Hát a Horn szempontjából mindenki. Az ő szempontjából. Annyi történt, hogy együtt vadásztak annak idején. Együtt vadásztak. Hát két ugye. Nagy kereskedelmi csatorna alakult ugye 95-96 táján, a TV2 meg az RTL Klub, ha szabad ezt most mondanom, de hát ez már történelem, és valóban Horn Gyula azért arra vigyázott, hogy nem minden az SZDSZ kezébe igen. kerüljön, mert nagyjából szinte ez volt a tét, ha jól emlékszem erre, és ezért talán Pintér Dezső nevét is érdemes itt megemlíteni a TV2 kapcsán tulajdonképpen. Tehát ahhoz ragaszkodott Horn Gyula, hogy az egyik az szocialista kézben legyen, ez volt a TV2. RTL Klubnál én úgy emlékszem, hogy volt egy olyan szakasz, amikor konzervatív beállítottságú csoportok kezdték a tárgyalásokat, de mire a végére értek a tárgyalások, addigra már liberális hatalom tulajdonos váltás következett be annál a csoportnál, amelyik megvette. Erről Sipos Zoltán kolléga sokat tudna mesélni, aki ennek a részese volt ennek a folyamatnak, tehát ezt tőle tudom, hogy úgy indult ez a dolog, hogy talán konzervatív irányultságú lesz az RTL Klub, de aztán megtörtént ez a bizonyos váltás, úgyhogy végül is aztán kaptunk egy szocialista, meg egy liberális, egy MSZP-s, meg egy SZDSZ-es kereskedelmi csatornát, úgyhogy nagyon jól el voltunk ezek után. Tehát ilyen szempontból majdnem azt mondom, hogy csoda, hogy 98-ban végül na is a Fidesz az, meg... hogy akkor változott valami azon kívül, hogy lett két kereskedelmi csatorna, meg azért ne felejtsük el azért, hogy a helyi rádiófrekvenciákat is akkor osztják ki 96 környékén. A Fenyőnél volt egy olyan, hogy ezt elmondhatom, azért nagyon érdekes, hogy a Fenyő János nem csak a Gyárfással háborúzott, hanem a Prinz Gáborral is, és a Postabankkal, ez a két média birodalom tulajdonképpen, és a Fenyő 96-97 környékén elkezd hirtelen az SZDSZ-től eltávolodni, és a Fidesz fele, állítólag a Fidesz fele kezdi keresni a kapcsolatokat, és a Népszavát is már kezdi egy kicsit, egyébként ha valaki megnézi az akkori Népszavát, kezdi egy kicsit átirányítani. Mert ettől még jobban elmérgesedik a médiaháborús küzdelem. Csak hogy ebben itt benne vannak ilyen nagyon bonyolult szálak is, és például az, hogy akkor a Prinz és a Fenyő egymást próbálja ledarálni, meg lejáratni, és ezzel tulajdonképpen olyan ügyeket is napvilágra hoznak, amiket szerintem különben nem hoztak volna napvilágra. Csak van közöttük egy ilyen hatalmi játék, amiben egy csomó ügyet megszellőztetnek. Hát nem érték alapon állt át a Fidesz, nem érték alapon, Fenyő János, ebben biztosak lehet. Hatalmi alapon. Hatalmi és profit alapon. Profit alapon. A médiaháború áldozata lett Fenyő János? Hát amennyire én látom, egyelőre ugye ezt majd a... Pont most ugye megy a perraba, senki nem akar előre ítéletet hirdetni. Nem is, hogy... én nem is, ennek most kifejezetten én azt látom, nem, hogy a... nem a büntetőjogi és kriminológiai részére gondoltam, én hanem, látom, hanem nagyon, a média szerepére. Nagyon mohó volt, nagyon-nagyon rossz stílusa volt, tehát egy ilyen nagyon erős stílusa volt, és ezt sokan nem szerették, és szerintem egyszerűen túlságosan mohó volt, és kicsit nagyobbnak gondolta szerintem a saját szerepét, mint amekkora volt. Azért lehet olvasni, ugye megszereztük az ilyen rendőrségi vallomásokat, és abból félelmetesen, hogy járnak be a többségében SZDSZ-es politikusok, ugye villájába, ami utána ugye Friderikus Sándornak lett a villája, és így, hát mert ő mint egy ilyen király, ugye úgy viselkedik, és idő után ő királynak is gondolta magát, és szerintem egyszerűen túl gondolta a szerepét. Azt hiszem, hogy a saktáblán ő egy kicsit nagyobb tisztnek gondolta magát, mint amekkora volt. Ez így van, és annyit tennék hozzá, hogy persze
kicsit cínikus hagy legyek, tehát ilyen alternatívákkal rendelkeztünk, hogy vagy Fenyő, vagy Gyárfás Tamás. Vagy Prinz Gábor, ugye? Aki a Prinz Gábornál, mondjuk el, hogy a apja, ugye mindig a Prinz Gábornak azt hitte mindenki, nem véletlenül, mert hogy tudtuk, hogy aki vezető, attól valami AVH-s szülőnek kell lenni. Ugye mindenki azt hitte, hogy a Prinz Gyula, a Prinz Gyula volt az AVH-s, ő az apja, de nem ő volt az apja, hanem egy közgazdász ember, akiről kiderült, hogy az Apró Antalnak a leghűségesebb embere volt. Az Apró Antal másik titkár azt mondta, hogy ő volt tulajdonképpen Apró Antalnak a lakája. És szintén egy ilyen nagyon erős moszkvai bekötésű ember, na az ő fia volt ugye a Prinz Gábor, aki mindenkit meglepve 32 vagy 33 évesen a postabank elnöke lett, ez tényleg mindenkit meglepett, mert ilyen fiatalon ilyen pozíciót nem kapott bárki. Csak hogy mondom, hogy egy ilyen ember fölépítette a postabanknak a médiabirodalmát, hát Apró Antal lakájának a fia melyik oldalhoz húzott volna, hogyha nem ahhoz az oldalhoz. Zsuzsa, említetted az első Fidesz kormányt 98-2002, tehát az biztos, hogy a sajtó nem sokat segíthetett abban, hogy 98-at megnyerje a Fidesz, tehát ez nem a sajtó hátszelen múlott. De mi történik ebben az időszakban a sajtóban? És most már egyre fontosabb az elektronikus média ebben az időszakban. Tehát egyre fontosabb már a rádió és a televízió. Tehát kinövik magukat, és lassan megjelennek az online felületek is ebben az időszakban. Hát szerintem úgy szakaszolhatjuk, hogy nagyjából 96-98-ig a print sajtó még egy oroszlán részt tesz ki a lakossági elérésben, tehát azt olvassák a legtöbben. A tévé már ott van mellette. Kereskedelmi. Ezzel párhuzamosan nagyjából az új évezred első néhány évéig a tévé az. Hát szóval, tehát akkor még volt központi téma, mit adott az egyik adó, mi történt a másik, erről beszéltek az emberek. Tehát az határozta meg a beszédtémát, a mindennapokat. És akkor nagyjából ettől az új évezretől, itt ugye már az első ilyen internetes botrányok felbukkanak, ami nemzetközi szinten a dotcom lufi, az Y2K probléma, ami aztán mit kiderült, hogy valami műanyag az egész. Onnantól kezdve gyakorlatilag a 2010-re, amikor ugye Orbán Viktor azt mondja, hogy az interneten és azon a bizonyos közösségi oldalon nyertük meg a választást, onnantól kezdve egyértelműen, tehát a képernyő kultúrája az átköltözik a telefonra és a számítógépre, a tévéből. Annyit. Tehát most már itt tartunk. Így van. Csak de a médiaháború most is folytatódik, és még mindig a televízió és a rádió az, ami a központjában áll. Jó, csak annyit akartam megjegyezni, hogy a Fidesz győzelme egyébként tulajdonképpen a média baloldali túlsúly ellenére született. Így, meg, igen, ez egy... Két oka volt szerintem, az egyik az, hogy gyakorlatilag a két uralkodó párt, tehát MSZP meg az SZDSZ között volt egy nagyon komoly összeveszés, ami látszódott, botrányügyek, Tocsik botrány, stb. És a harmadik, hogy talán emlékeztek, hogy ez egy gengszter korszak. Tehát a nagy... Ekkor voltak a leszámolások, hogy Budapest utcáin egy... Hát ha Fenyőt is ugye, hogy jól lőtt. Pontosan, tehát iszonyatos dolgok történtek. Hát nem lehetett kimenni a belvárosba egy kismamának a gyerekét tolva, mert egyszerűen veszélyes helyzetek. Akkor mondta az Horn Gyula, hogy hát ez nem... Úgy ezt mondta, hogy ami itt van, az nem közbiztonság. Mondja ő, ugye? A miniszterelnök. És a Kunce volt a belügyminiszter, ezt is rekordkedvéért. Itt már egyébként elkezdődik az elitváltás a médiában, vagy még mindig ott vannak a bölények? Hát még itt vannak. Igen, de... Akkor még szerintem csúcsformában vannak a 98 persze, környékén. Persze. Az igazi váltás az azzal következik be, hogy a 2010-es évek közepén gyakorlatilag minden a telefonra költözik. Tehát az okostelefon forradalommal, ezzel gyakorlatilag a nyugati világban 3 vagy 4 cég monopól helyzetre tesz szert, az információ szűrés, tálalás, tárolás, és feldolgozás szempontjából. Gyakorlatilag ez 3 cég, akiről beszélünk, esetleg 4, meg a kereskedelmet is ide sorolhatjuk. Ez egy olyan univerzumot képez, ami gyakorlatilag egy valóság buborékká teszi a mi világunkat, ez ugye a metaverzum, most már ezt így összefoglalóan hívják. Az egész világon gyakorlatilag egy versenyző van, talán most még egy, aki egy saját ilyen metaverzumot
próbál építeni, aztán hát vannak olyan kultúrák, amik ennek ellenállnak, mert olyan jellegűek. Én nem azt mondom, hogy az a jó, tehát azért ezt tisztázzuk. Én csak azt akarom mondani, hogy mára gyakorlatilag egy monopolizált ilyen metaverzumban élünk. Jó, nagyot ugrottál előre, Áron, de még mindig ott tartunk. Tehát azért én azért nem jelenteném olyan egyértelműen, lévén, hogy nagyjából 30 éve én is a médiának a része vagyok valamilyen formában, hogy azért nem kezdődik meg egyfajta elitváltás ott 2000-2002 környékén. Hát, de ott vannak a nagy ágyúk, akik a legtöbbet keresnek ezen, de kezd kialakulni egy újfajta szemléletű újságírói gárda. Hát 98, a Fidesz hatalom átvételétől kezdve, az első Orbán kormány időszakában azért megindulnak folyamatok, ez kétségtelen tény, tehát új lapok is indulnak, bár van lapösszevonás is tulajdonképpen, és az első Orbán kormány már tudja, hogy ennek a médiának óriási jelentősége van, és ennek mentén elindítja az első lépéseket, csak azt gondolom, hogy igazából a 4 év alatt nem tudtak nagy áttörést elérni. Későn kapta kézbe? Napi Magyarország, ugye? De az ilyen fontos bácsákat létrehoztak, tehát azért fontos lapokat létrehoztak, csak hát ez egy lassú. Igen, csak a vereség volt az nagyon nagy tanulság, szerintem a 2002-es vereség. Tehát utána rájött valamire a Fidesz, az pedig az, hogy új intézményeket kell létrehozni. Nem szabad bízni, nem lehet bízni a meglévő baloldali lapokban, a baloldali médiumokban, mert azok baloldali kézbe vannak, hanem totálisan újra kell építeni. Tehát egy alternatív média rendszert ki kell alakítani, és gondolj, emlékezzetek, 2002 után rögtön jött az első tévé alapítás ellenzékbe a Fidesz részéről, ez volt ugyebár a Hír TV tulajdonképpen. És aztán jött az EOTV, és így tovább, és így tovább. Elindult egy intézményépítés. Mivel ezeknek részese voltam, ezerről most nem is tudunk beszélni, de különben lejárt az időnk. Lejárt az 52 perc. Egyet tennék hozzá, hogy a médiaháborúnak tulajdonképpen itt kezdődik el a második szakasza, vagy a második felvonás ennek a nagy történetnek, és ezt egy Megyesi Péter nevezetű miniszterelnök indítja el, aki azt mondja, hogy ha valaki televíziót akar, akkor vegyen magának. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában arra keressük a választ, hogy Hollywood milyen hatással van a fiatalokra. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!